Be kéne vigyél a városba. Az esküvője napján? Visznek is valamit, vagy csak hoztak? Új világ van. Nem számít ki úr, ki paraszt. Csak magyar legyen. Zsidók jöttek. Hányan vannak? Egyelőre kettő. És mi a rossz akarnak? Bosszút? Vissza kell adni mindent. Ki fog derülni minden? Rossz előérzetem van. Jól nőttem. Ilyenkor? A jegyző és a feleségem. Ők íratták alá velem a feljelentést. A ház? A bútorok. Ez a miénk. Itt minden a miénk. Abban a szerencsében van részünk, hogy a frissen bemutatott magyar filmet, az 1945 című filmet a forgatókönyv írója, a Szántó Gábor és a főszereplője, Rudolf Péter itt vannak, és velük tudunk egy beszélgetést folytatni. Őszintén szólva ritkán fordul elő, hogy magyar filmet bemutassanak Amerikában. Úgy általában európai filmek nagyon nehezen jutnak be ide. Éppen ezért rendkívüli jelentőséggel bír, hogy az 1945 című új magyar filmet két filmszínházban is játsszák most. Az egyik a Lincoln Centerben, a másik pedig lent a Filmforum filmszínházban, a Halston Street-en. És olyan szerencsénk van, hogy itt ülhetünk és beszélgethetünk a film alkotói közül a Szántó Gábor a forgatókönyvíróval és a főszereplővel, Rudolf Péterrel. A forgatókönyv egy novellából lett kifejlesztve. Igen, 2003-ban született ez a novella, 2004-ben jelent meg először egy nagyobb heti lapban Magyarországon, és a következő évben mutattam meg Torok Ferencnek, a rendezőnek, azzal a tervvel, hogy ezt egy jó alapanyagnak érzem egy filmhez, és ő azt mondta, hogy ez valóban így van, ez tényleg egy erős irodalmi alapanyag, ő látja benne a western műfai feltételeit, amelyek később hasznosak lettek a forgatókönyvírásnál, és azt mondta, hogy kezdjem el írni a forgatókönyvet. Hát igen, valójában a klasszikus novella az úgy épül, hogy egy nap történetén belül olyan események zajlanak, amelyeknek sorsdöntő jelentőségük van. Hát ez teljesen klasszikus, itt nem hogy egy nap, itt valójában egy pár óráról van szó, egészen érdekes. Ez az egyik kérdésem, hogy ez mennyire tudatosan lett így megírva. A másik, ahogy említette, a western, hát én azt mondanám, hogy egy eastern, mert ugye egy keleti western, hát nagyon érdekes, mert ugye annak meg a képlete az, hogy valaki idegen bejön egy kis közösségbe, általában egy faluba, és felfordul minden. Valóban így történt ebben a
az Elbeszélésben is, ami az 1945 és más történetek című kötetemben most újra megjelent a filmmel egyidejűleg. Nagyon koncentrált történés, ez 3-4 óra, 4 óra leforgása alatt zajlik a történet, ez a filmben is pontosan így van, és valóban sorsdöntő, sorsfordító események zajlanak ez alatt a néhány óra alatt, amikor két ortodox zsidó megjelenik 1945. augusztusában egy magyar faluban, és senki nem tudja, hogy miért jöttek, és a jelenlétük elindít egy folyamatot, a múltfeldolgozásnak egy kényszerű folyamatát, és valóban ez felfordítja az egész falu életét. Na most, ami még különleges ebben a filmben az, hogy általában a hollywoodi filmekben van egy hős, egy főalak, aki mindig pozitív, tehát mi emocionálisan, érzelmileg azonosulunk, és drukkolunk neki. Erre épül a hollywoodi film. Itt pont fordítva van, itt gyakorlatilag egy nagyon árnyalt, de negatív főhős se találkozunk, ami hát nem szokásos. Hogyan döntötte el, hogy ezt a szerepet elvállalja, amiben valójában egy negatív karaktert kellett megformálni? Gyorsan döntöttem. Ez egy különös pszichés állapot a színésznél. Tehát színész nem azt keresi nyilván, hogy a közönség a jellemével együtt tud-e menni, hanem a játszható, ott, hogy mi a játszhatóban. És legyünk őszinték, hogy a negatív szerepek, ez igazságtalan az élettől, általában izgalmasabban játszható figurák, mint a jó fiúk. Önmagában azért, mert nagyon régen színházban sokat játszottam drámai szerepet, rendeztem is természetesen sok olyan darabot, ami nem a vígjátékhoz köti a nevemet, de alapvetően meglepődtem azért, amikor a Feri felkér, az utóbbi években a magyar közönség azért inkább vígjátékban látott engem, vagy legalábbis azoknak ugye a nézőszáma általában a világ minden pontján nagyobb, tehát az jobban beégett az emberi agyba. És így sokan meglepődtek. Én nagyon-nagyon örültem, egyrészt mert elolvastam a könyvet, és ez a western hangulat, ez engem is, mint olvasót is beszippantott természetesen. Nyilván ez egy ilyen leegyszerűsítés, és talán még furcsán is hangzik, hogy ezzel a történettel kapcsolatban a westernt emlegetjük, de talán nem szégyen, ha nagy klasszikusokra gondolunk, hogy miről is van itt szó. És hogy ez a fickó ott áll ennek a falunak a közepén, és minden dolgok tudója, mindent a kezében, minden szállat a kezében tart, és látjuk, hogy túlélő. A magyar történelmet ismerve nem nehéz kikombinálni, hogy a következő 10 évben is ő valahogy aztán oda keveredett a hatalomhoz. Ismerjük ezeket a fickókat, akik mindig győztesen jönnek ki egy helyzetből, de az nagyon fontos, ami már a kérdésben is megfogalmazódott, hogy árnyalt közben a figura. Tehát én nyilván ettől jön lázba a színész, hogy közben felmentést nem adhatunk az ő cselekedeteinek, természetesen egy másodperce sem, de látjuk a motivációkat. Látjuk azt a finoman elhelyezett szálat, hogy hogy közben nem általában véve gonoszok az emberek. Mindig van valami oka, felvezetése, hogyan keveredik bele az ember a bűnös állapotba, amikor már maga se vesz észre, hogy ő gyakorlatilag a mocskos cselekedeteket hajt végre. Ez engem, mint Rudolf Pétert, színháztól, színészettől, mindentől függetlenül mindig is érdekelt, hogy hogyan lehet a tükörbe nézni, miközben ha csak 3 méterrel arrébb megyek, és nézem az illetőt, akkor azt látom, a cselekedetei, a mondatai vállalhatatlanok. Csak az emberek mégis minden nap fölkelnek, tehát ott olyan belső monológok, olyan megdumálások, bocsánat ezért a kicsit pesties kiszólásért, működtetik ezeket az embereket, amik nagyon izgalmasá teszik ennek az eljátszhatóságát. És ebbe bele is volt írva rögtön a féltékenység, a fián, ugye az plusz szál, ami bekerült az eredeti novellához képest, hogy én készülődöm egy esküvőre. Tehát az meg egy nagyon emberi, azzal tudunk azonosulni, hogy valaki a fiát helyzetbe akarja hozni, azzal tudunk, és miközben látjuk, hogy mindez hogyan történik, hogyan taposom el a falu szinte minden egyes lakóját, tapostam el, és most is hogyan használom, ettől válik ez izgalmas szerep, úgyhogy hosszan válaszoltam, de gyorsan döntöttem. De rendkívül sokat követelt ez a szerep. Megvallom őszintén, én nem ismertem rá önre. Hát egészen, hát olyan fokon más az arc, föl van,
föl volt hízva. Volt itt valami hizlalási folyamat? Igen, ez könnyen ment, a visszaút az hosszabb volt. Hát ilyen 12-15 kilót híztam. Feleségem minden reggel megrémült, hogy én vagyok-e az valóban, akit ő ismer. Fontosnak éreztem ezt, és a Feri és Ragalyi Elemér is azonnal egyetértett, hogy jót tesz ennek a figurának, ez a, mint az előbb is elkezdtem pedzegetni, hogy ott áll a falu közepén, és mindent és mindenkit fölzabál maga körül, és ez egy hedonizmus, egy életigenlés, mások életének az árán persze, de hogy azt éreztem, hogy nem jó, ha a saját fizimiskámmal szerepelek, ezért aztán a hajamat, azt a keveset is eltüntettük. Tudtam, hogy meleg nyár lesz, nem akartam, hogy masztikszal harcoljunk, hogy Ragalyi Elemérnek ott harcolnia kell minden közelinél, hogy látszódjon, tehát fönhagytuk a bajuszt, és egy teljesen más alkot jött létre valóban. Igen, ez rendkívüli módon sikerült, és nagyon erős, összetett figura. Ilyen esetekben, amikor negatív főhős van, természetesen nem arról van szó, hogy mi érzelmileg pozitívan azonosulunk, vagy rendkívül érdekes nézni egy negatív figurának a kialakulását. Erős rendezői vízió volt itt is. Hogy lett aztán ebből a eredetileg filmnovellából egy forgatókönyv? Eredetileg ez egy irodalmi szöveg volt. Amikor íródott, akkor természetesen még nem gondoltam filmre, akkor egy novellát akartam írni. Regényeim mellett én rövidebb prózákat is írok, de valóban lehetett érezni az írás nyomán, hogy ebben van egy filmes potenciál, és a forgatókönyv fejlesztés során azt kellett eldöntenünk, hogy milyen irányba mozdítjuk a történetet, hogy bővítjük. Ki kellett bővítenünk, a fő karakterek köré írtunk tulajdonképpen egy falut, és a párhuzamos történetszálak egyensúlyát kellett megtalálnunk. Ezen kívül az volt még egy kihívás számunkra, hogy kinek a perspektívájából mutatjuk meg ezt a történetet. Az eredeti novellában a két ortodox zsidó érkezése és az ő szemszögük érvényesül, valamint a jegyző és fiának konfliktusa. Ők a fő karakterei az elbeszélésnek, és ehhez képest kellett a falu néhány mellékszereplőjét kitalálnunk, illetve drámai viszonyba állítani a főszereplőkkel, megtalálni az egyensúlyt, és utána merült fel a kérdés, hogy kinek a szemszögéből a legizgalmasabb elbeszélni ezt a történetet. És mint hogy eredetileg is több perspektíva volt, itt felerősítettük a jegyző. Több kísérlet után végül a jegyző figuráját erősítettük fel. Úgy tűnt, hogy ez a legizgalmasabb, mert az áldozatok szemszögéből, a vészkorszak áldozatai szemszögéből több történetet láttunk már, és az elkövetők oldaláról, vagy a kollaboránsok oldaláról kevesebb jó történet született, kevesebb történet született, akár irodalmilag, akár filmen. Ezért vált érdekes kihívássá, hogy a jegyző karakterét erősítsük föl, ugyanis ő az az ember, aki mindenkivel kapcsolatban van a faluban, egy dinamikus személyiség, egy cselekvő karakter, és ez szükséges volt a filmhez. Igen, ő a központi figura, de érdekes jellegzetessége a filmnek, hogy polifónikus. Tehát rögtön az első perctől kezdve több síkon fut, és a szálak nagyon izgalmasan vannak összebonyolítva. Ez felteszem, hogy nem mind a montírozás során keletkezett. Szerintem ez már meg lehetett valamennyire a könyvben is, meg alakult talán a forgatás során is. Ahogy mondtam, az eredeti elbeszélésben is több perspektíva érvényesül. Belülről halljuk a monológiait a különböző karaktereknek. Akár egy vasutasról van szó, akár a két érkező titokzatos idegen figurájáról, akár a jegyző, fiának karaktere, sőt, az eredeti történetben egy helybéli alkoholista is megjelenik, akit a filmben szintén kicsit felerősítettünk, valamit változtattunk a karakterén és az ő sorsának drámai végkifejletén. Tehát megjelent ez a polifónia az eredeti elbeszélésben is, és ezt a párhuzamos szerkesztési elvet, ezt megtartottuk a filmben, ez szerintem nagyon izgalmassá teszi. Igen, nagyon bonyolult szerkezete van, de ahogy nézzük, szinte... Tulajdonképpen négy szálon fut, és ezek összekapcsolódnak. Igen. Na most
nagyon érdekes lenne egy kicsit beszélni arról, hogy a rendezővel hogyan alakult a kapcsolat, mind a forgatókönyvírás során, mind pedig a forgatás kapcsán. Milyen volt a viszony? Milyen volt az alkotói viszony? Én sokszor nézem azokat az amerikai bejátszásokat egy-egy film kapcsán, ahol mindig mindenki elmondja, hogy ilyen jó munkában még nem volt része, és a rendező csodálatos volt. Ami nyilván érthető módon, nyilván sokszor így is van, és ha nincs így, akkor is nyilván az emberek ezt mondják. Nem tudom, hogy a szemem, hogyha leveszem a szememet, hogy látszik, hogy mennyire komolyan beszélek, életem egyik legjobb munkája volt. Önmagában már amikor mondtam, hogy beszippantott a forgatókönyv, ez is ezt megelőlegezte. A Feri olyan hangulatot tud teremteni egy forgatáson, amit magyar forgatáson nehezebb egy kicsit összehozni, mint egy amerikain. Az amerikain automatikus, hogy minden egyes résztvevő, néhányszor megadott ott, azért dolgoztam kisebb szerepekben, de mégiscsak dolgoztam hollywoodi filmekben, nagyon egy irányba tartanak az események. Mi a magunk szétszórtabb változatában képtelenek vagyunk erre. Tehát aki a kamera elé kerül, ott az amerikai forgatásnál mindig éreztem, hogy a legegyszerűbb dologtól, hogy nem állhatok sorba, miközben én plebejus alkatként mindig sorba állok, hogy te kerülsz a kép elé, te nem állsz sorba, te mégy és veszed a kajádat, és a lehető legjobb energiáiddal van szükségünk a gép előtt rád. És nálunk ez nem mindig van így, és a Feri egész lénye egy olyan harmonikus helyzetet hozott létre, hisztériamentes, koncentrált állapotot, amiben nagyon jó volt dolgozni, és ez most még csak a hogyanja, de nagyon fontos és nagyon instrukciókat kaptam. Én megtanultam váltani, ugye én rendezek is színházban is, meg filmet is, és én az ember egyre alázatosabb színész lesz, minél többet rendez, természetesen. Úgyhogy nagyon jó munka volt, és ez nyilván mindig olyan egy forgatás, amilyen a rendező, a producer olyanná válik, ez természetes. És ez életem, most már mondhatom, mert 58 éves vagyok, hogy ennek így van súlya azért, hogy az életem egyik legjobb forgatása volt. Ugyanez a kérdés, hiszen ugye a novellából együtt írták meg a forgatókönyvet. Milyen volt ez a folyamat? Ez egy hosszan elnyúló folyamat volt, mondjuk legalább két fázisa volt. Az első körben egy kisebb terjedelmű kis játékfilmben gondolkodtunk, akkor még nem akartuk a történet fő karakterei és markáns történet szálai mögé rajzolni több mellékszereplővel az egész falut, de végül az a kis játékfilm tervünk útba esett, nem kaptunk rá támogatást, és tulajdonképpen utólag azt kell mondjam, hogy ez egy szerencse, mert akkor kértem két évet, pontosabban időt kértem, és ez két év lett, és amikor két év múlva visszamentem a rendezőhöz, Török Ferenchez, azt mondtam, hogy ez egy nagy játékfilm lesz. Akkor már kialakult belőlem, bennem a történetnek a képe, hogy hogyan lehet ebből egy nagy játékfilmet készíteni, és erős meggyőződésem volt, hogy ennek az anyagnak nagy játékfilmen kell megjelennie. A munkamódszer az volt, hogy beszélgettünk, én írtam a történetet, fejlesztettem a forgatókönyvet, beszélgetve a rendezővel, dramaturggal, producerünkkel, és amikor egy újabb fázis belőttem, megmutattam nekik, újra elmondták a véleményüket, időnként telefonon egyeztettünk. Nagyon jellemző különbség volt a rendező és köztem a munkamódszer. Török Ferenc egy impulzív alkat, aki jeleneteket látott, képeket látott, egy-egy pillanatot ragadott meg, és én pedig történetekben, drámai karakterfejlődésekben gondolkodtam, olyan dramaturgiai megalapozottságban, ami a háttérsztorit, a backstorit is szükségesé tette. Tudnunk kellett, hogy mi ezeknek a karaktereknek az egymáshoz való viszonya, ahhoz, hogy rétegzett, gazdag legyen a történet, titokzatos viszonylatok is kiderüljenek a történet, a fő történet során a falubeliekről az egymáshoz való viszonyukban. Tehát a rendezőnek az impulzivitása és egy-egy jelenetre fókuszáltsága mellett ez a történetépítés volt alapvetően az én feladatom. Jelen volt a forgatáson egy párszor? A forgatás kb. 5 hétig tartott, én egy hetet voltam ott, és volt olyan epizód, akkor éppen nem voltam jelen, amikor egy este kaptam például egy telefont, hogy itt a párhuzamos vágások miatt kellene valami, és az állomás jelenetnél
egy olyan epizódot küldtem vissza egy órán belül, amikor az érkező zsidók közül a fiatalembernek, a jelenlévő, az állomáson jelenlévő orosz katonák megpróbálják lekapni a fejéről a sapkát. És ez egy nagyon fontos epizód volt, egyrészt mert interakcióba hoztuk őket az oroszokkal, lehetett látni ebben a jelenetben a megszállók erejét, agresszivitását, ugyanakkor lehetett valami játékosságot látni, ami ugyancsak jellemző volt ezekre a 20 éves katonákra a brutalitás mellett, és ebben a jelenetben ez a két karakterisztikum egyszerre jelenik meg. Erre szokták mondani, hogy az embernek utólag olyan érzése volt, hogy ez a jelenet, mintha valahol készen várt volna arra, hogy behívjuk a mi létezésünkbe, kicsit platonista a gondolat, de valóban, amikor sikerül egy mű, akkor gyakran érzi úgy az ember, hogy van egy olyan rétege, ami fölötte áll. Semmiképpen nem érződik, hogy utólag lett kitalálva a dolog. És hát gratulálok, hogy ott tudott lenni, mert megmondom őszintén, Amerikában írókat nem engedik oda a forgatásra. Itt se volt mindig hasznos, hogy ott voltam, mert az ember óhatatlanul lát valamit, véleménye van, hozzászólna, és az nem mindig jó. Tehát nem biztos, hogy egy írónak ott kell lenni. Itt úgy mondjuk, hogy viviszekció, tehát élve boncolás, mert ugye megnézni azt, hogy abból, amit írt, az hogyan alakul, az időnként... Fájhat is, vagy nagyon jó. Itt Amerikában a szakszervezetek nem engedik, hogy egy forgatókönyvíró ott legyen a forgatáson. Jelen volt? Jelen voltam a forgatáson körülbelül egy hetet, de valóban egy írónak nem mindig szerencsés jelen lenni, amikor az irodalmi alapanyagból, a forgatókönyvből film készül, mert a forgatáson a jelenetek sosem tudnak olyanok lenni, pontosan olyanok lenni, mint a leírt szöveg, és így mindig van valami hiányérzete az írónak. Ugyanakkor a vágás során, amikor megnéztük az első vágott anyagot, ott nagyon fontos volt érzésem szerint, és ez utólag az utólag elvégzett munkálatok visszaigazolták, hogy nagyon fontos volt, hogy elmondjam a véleményem, mert az a fajta mély ismeret, ami az íróra jellemző jó esetben egy forgatókönyv kapcsán, olyan dramaturgiai megfigyeléseket eredményez, amelyek segítik a rendezőt és a vágót, hogy kialakítsák a jelenetek végső sorrendjét, illetve az egész történet ívét. Ez a mi esetünkben is így volt. Az első megtekintés után még volt egy nagyon komoly munkafázis, és jelentős, fontos vágások történtek a végső anyagon. Hát ugye itt mi úgy hívjuk a vágást, hogy a utómunkálat során lévő írás. Valójában egy írás, mert ugye át lehet rendezni minden. Mennyire volt ez a szoros olyan értelemben, hogy a megírt dialógus és a jelenetek kibontakozása mennyire követték szigorúan a forgatókönyvet, vagy voltak bizonyos változások a színészi játékban, a csapatmunkában, a forgatás során? Hát azért ez a sok év, ami a forgatókönyv írásába belekerült munkaként, az nem véletlen volt. Tehát nagyon, nagyon pontos és jó dialógusok voltak benne. Természetesen apróságok ilyenkor bekerülnek olyan fiziológiailag fontos pillanatokban, mint maga az evés például. Tehát ott egy pici improvizáció volt, ahol ennek a figurának, ennek a negatív figurának a fura gyors váltásait meg tudtam mutatni, hogy tulajdonképpen nagyon joviális, nagyon kedvesen beszélő, látszólag szereti ezt a közösséget, sőt, azt kell mondjam, hogy valóban szereti felhasználni, neki aztán nincs oka végül is itt dühösnek lenni, és hogy lehet odaszólni, ide szólni, és ezekben a kocsma jelenetnél, ahol leszünk, akkor kinek mikor szólok oda, mikor intek oda, és ahhoz képest egy röpke pillanatra mikor szúrom ki, hogy valakinek koszos a keze, és azt mondom, hogy hé. Ezek nyilván nem a forgatókönyv része volt, hanem annak egy pici improvizáció eredménye volt, de természetesen annak a logikának a mentén,
amit az író megírt. Tehát nem tértünk ettől el, nem jöttek hirtelen ötletek. Ilyen értelemben nagy dramaturgiai improvizációk ebben nem is kerülhettek bele, hiszen annyira szerkesztett a négy szál párhuzamos futtatása miatt is az egész, hogy azzal csak összezavartuk volna az eseményeket. De gyakran ezek a momentumok rendkívül jelentősek. Ez a példa fantasztikus volt, és hát ugye hozzátartozik a karakterhez, hogy ő szeret jól élni, és ha szemétnek kell lenni azért, hogy jól éljen, akkor szemét. De ez arra is vonatkozott az összjáték, tehát a csapatmunka a többi színésszel együtt. Voltak pillanatok, ahol rendkívül érzékeny reakciók voltak. Ezek hogy jöttek létre? Hát egyrészt ugye a feleségem játszotta a feleségemet. Tehát Nagy Kál az Eszter a feleségem, és nyilván elég sokat dolgoztunk együtt, és ha valakik sokat tudnak egymásról, akkor mi sokat tudunk egymásról. De az összes szereplő Szarvas Józsival is egy színházban voltam, tehát ez persze valójában mindegy. Jó színészek találkoznak, a világ bármelyik pontjáról összeresztjük őket egy jó rendező kezében, egy jó anyaggal, nagyon hamar kapcsolódási pontok jönnek létre. De azért vannak pici pluszok. Tehát az, hogy a Szarvas Józsi az egyik legjobb barátom, a feleségem, mindenképpen egy hozzáteszi egy olyan belső békét, hogy ez megint az, amiről beszéltem az elején, hogy minden energia, tehát nincs elvesztegetett energia, nincs fölösleges udvarjaskodás, nincsen aggodalom, ez egy nagyon érzékeny dolog. A kamera egy még érzékenyebb dolog nyilván a színészi jelenlét, és ez arra ad módot, hogy mindenki a lehető legjobb lehessen egy ilyen helyzetben, ha ennyire ismerik egymást a szereplők. Nagyon komolyan vették a színészek a forgatókönyvet, tehát megérezték, hogy nagy tétekkel játszik ez a történet, és magukénak érezték, és azt hiszem, hogy ez egy elégedettséget adott a színészeknek, hogy egy ilyen történetben játszhatnak, és ezt ki is fejezték, és hát a játékuk maga ezt bizonyítja. Az egész csapat egyébként rendkívül érdekes innen kintről nézve, mert a hősidőkből jövő nagyon komoly régi résztvevők keveredtek fiatalokkal. Hát nekem személy szerint ugye mit csináltuk a Radnóti amerikai filmet, és abban a Rajk László volt szintén a látványtervező, valamint játszott egy szerepet is, és hát ugye Ragalyi Elemer régi ismerős, és jó barát a Sándor Pali is, akinek köszönet van. Tehát ez a csapat, de hát rengeteg fiatal és új. Milyen volt ott a légkör, hogy jöttek össze? Hát, tulajdonképpen az előbb szinte már válaszoltam. Tehát azért csodálatos ez a pálya, mert nyilván az orvostársadalomban be kell járjon az ember, mindenképpen be kell járjon egy utat, amíg egyszer csak ő áll a műtét közepén és kéri a szikét. Ez egy elég speciális szakma, ahol nyilván a tizenévesen, 5 évesen, 20 évesen mindig az ember saját korának megfelelő tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen, nem kell többel, hiszen a szerep is nagy valószínűséggel ezt igényli. És nagyon hamar a fiamat játszó srácom, vagy az a Tas a Bencével, hát ugye ez egy kicsi ország, tehát én az édesapjával együtt voltam katona. Tehát olyan helyes pici történések voltak, amik megint hozzátettek ehhez a kalácshoz egy-egy mazsolát, hogyha ezt a picit lírai képet tudom használni. Nagyon hamar magától értetődé vált, hiszen épp ez a lényeg, ha egy erős jelenetben találkoznak emberek, itt mindenki színészetet nem lehet nem megszállottan csinálni. Hát az egész filmezésnek ez a bája, hogy akkor működik, hogy aki a kábelt húzza, az is magának érzi az ügyet. Aztán ez a réteg, amelyik meg a kamera elé kerül, meg nyilván folyamatosan adrenalin szinttel fönt kell, hogy tegye a dolgát, és ez nagyon hamar beszippantott mindannyiunkat. Úgyhogy csak is kicsit unalmas lehetek, tehát azt tudom mondani, hogy hamar, jól és nagy szeretetben dolgoztunk. Ez így kevésbé érdekes, mint hogyha valami őrült ügyjel előállnék, de ez az igazság. Hát még egyszer szívből gratulálunk ez a igazán nagyszerű munkához, és mint ahogy a bevezetőmben is mondtam, mert ritkán fordul elő, hogy magyar filmet amerikai filmszínházban játszanak. Nem mintha ez rendben lenne, de hát vannak bizonyos
beidegződések ebbe az országba, és ez a film, ez áttörte a gátat, és itt van, és arra kérjük a nézőket és a hallgatókat, hogy menjenek el vagy a Lincoln Centerbe, vagy a Filmforumba a Houston Street-en, hogy megnézzék ezt a filmet. És szeretnék most lejátszani a rendezővel, a Török Ferenccel készült interjút, amit valaki más készített, de eljuttatott nekünk. De úgy tudom, nem csak New Yorkban fogják játszani a filmet. Így van, november 7-én lesz egy torontói vetítés, és utána valószínűleg valamikor a kanadai moziba kerülése is sor kerül, illetve november 24-én a nyugati parton Los Angelesben indul el két moziban a film, és utána több más amerikai városban is látható lesz. Nagyon jó érzés természetesen, hogy itt lehetünk, még szeretném azért ezt megköszönni, hogy beszélhetek erről, és nem akarom elkomorítani önnön magunkat, csak kicsit szomorúak vagyunk mindannyian, akik ezt a filmet létrehoztuk, hogy Angelus Iván producer nem örülhet ennek a kivételes sikernek, aki sajnos már nincsen közöttünk, és akinek az energiája és a szeretete természetesen, és a profi produceri képessége ugyanúgy benne vannak abban, hogy mint most itt ülhetünk, és ez a film járja az utat, a maga útját a világban. Köszönöm a beszélgetést!